Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Március 22-e van Beáta és Lea névnapja, ma van a vízvilágnapja. Műsorunk elején érkeznek a nap kiemelt hírei röviden. Matematikából próbakísérettségiztek az általános iskolák végzősei. Szombaton az anyanyelv és a választott tantárgy következik. Nyilvánosságra hozta az elkövetkező egy hétre vonatkozó üzemanyag árakat a szerb kormány. Új aszfaltburkolatot kapott hajdújáráson az Iskola utca. Törökország legjobbjai ellen játsza idei első mérkőzését ma este a magyar labdarúgó válogatott. Lövöldözés volt egy moszkvai koncertteremben, jelenti több hírügynökség. A szerb közmédia írása szerint a Krókusz nevű komplexumba maszkosok törtek be, majd tüzet nyitottak az ott tartózkodókra. Pontos megerősített információ nincs arról, hogy hányan haltak vagy sebesültek meg, de azt leszögezik a tudósítások, hogy áldozatok is vannak. Eltérnek a jelentések, de egyes sajtótermékek 40 halottról és legkevesebb 100 sérültről írnak, minimum 100 ember pedig evakuáltak a hatóságok. Az elkövetők vélhetően hárman voltak. A koncertterem az incidens közben kigyulladt, hogy mi okozta a tüzet egyelőre nem lehet tudni. Helyszíni jelentések szerint a bent tartózkodók negyed órán át a földön fekve próbálták túlélni a támadást, majd folyamatosan szivárogtak ki az emberek az épületből. Sokaknak sikerült így megmenekülniük. A rendőrség a helyszínre érkezett, a mentőkkel együtt a hatóságok még vizsgálják az eset körülményeit. Moszkva polgármestere a kora esti órákban súlyos tragédiaként jellemezte a támadást. Daganatos megbetegedéssel kezelik Katalin walesi hercegnőt, Vilmos brit trónörökös feleségét. A walesi hercegnő a BBC-nek elmondta, a kezelés kezdeti szakaszában jár, miután a vizsgálatok során rákot diagnosztizáltak nála. Katalin a videóban arról is mesélt, hogy a hír számukra is nagy sok volt, és nehéz hónapok vannak mögöttük. A hercegnő azonban továbbra is pozitív, jól van, és minden nap egyre erősebbnek érzi magát, fogalmazott a 42 éves Katalin. A hercegnő orvosi csapata azt javasolta, hogy vegyen részt egy megelőző kemoterápiás kúrán. Arról azonban, hogy pontosan milyen rákos megbetegedéssel küzd, nem nyilatkozott. A Kensington palota biztos abban, hogy a hercegnő teljesen felépül. A helyzetre való tekintettel Katalin és Vilmos várhatóan nem jelennek meg a királyi családdal húsvét vasárnapján, és a hercegnő nem térhet vissza a hivatalos feladataihoz. Ma is holnap írják a szerbiai általános iskolák 8-os tanulói a próba kísérettségit. A matematika tesztet ma 12 és 14 óra között oldották meg, az anyanyelvit pedig holnap fogják 9 és 11 óra között. 30 perces szünet után a választott tantárgyból mérhetik fel tudásukat. A próba kísérettségik eredményeit várhatóan április 5-e után teszik közzé. Szerbiában 65.000 8-os tanuló van jelenleg. Közülük a legtöbben az anyanyelv és a matematika mellé a földrajzot választották. A próba kísérettségi eredmények közzétételét követően a tanulóknak április 8-a és 11-e között lehetőségük lesz megváltoztatni a harmadik teszt tantárgyát. A végzős 8-osok a kísérettségiket június közepén írják, 17-én anyanyelvből, 18-án matematikából, 19-én pedig a választott tantárgyból, amely a korábbi kombinált tesztet helyettesíti. Pontban délben a magyar kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskolában is megkezdték a matematika kísérettségi próbáját. A tesztek kitöltésére 120 percük volt a diákoknak. Én nagyon izgultam, hogy mi is lesz, de annyira nem volt nehéz, amennyire számítottam. Nehezebbre számítottam, szerintem annyira most nem voltak nehezek, szerintem jól sikerült. Az intézményhez tartozó három épületben összesen 98 tanuló próba kísérettségizik a két nap alatt. A próba érettségi intézménye már régóta jelen van az iskolában. Ez azt a célt szolgálja, hogy fölkészítse a gyerekeket arra, hogy megismerkedjenek ebben a szituációval, ahol teljesíteniük kell, megismerkednek abban a helyzettel, hogy
hogy vonulnak be terembe, mit kell a teszttel csinálniuk, hogy zajlik az egész folyamat, meddig lehetnek bent. Szombaton 9-től 11 óráig az anyanyelvi teszteket töltik majd ki a tanulók, 11 óra 30 perctől pedig az 5 választható tantárgy egyikéből próbakísérettségiznek majd. Drágult az üzemanyag Szerbiában, a gázolaj és a benzin is 2 dinárral kerül többe, így 1 liter gázolajért 201 dinárt, 1 liter benzinért pedig 187 dinárt kell fizetni. Az új árak 15 órától érvényesek. Nem csak a városközpontot fejlesztik Szabadkán, a külvárosi helyi közösségekre is odafigyelnek a városvezetők. A Vajdasági Magyar Szövetség egyik alapvető célkitűzése ezeknek a településeknek a fejlesztése. Ennek szellemében legutóbb a Hajdújárási Iskola utca kapott új aszfaltburkolatot. Hajdújáráson az Iskola utca az elmúlt időszakban sorban a harmadik, amely új aszfaltburkolatot kapott a Vajdasági Magyar Szövetség közbenjárásának köszönhetően. A közlekedés szempontjából fontos utcáról van szó, ugyanis kerülő útként is használják a helyiek. Emelte ki Sövény Rudolf, Hajdújárás tanácselnöke. Azt is elmondható még Hajdújáráson, hogy ugye nagyon nagy kiterjedésű település, sok utcát kell rendeznünk. Az elkövetkező időszakban bízom benne, hogy így nevezzük mi helyiek, a Majkin szállás útja is járhatóvá fog válni, valamint ugye igyekszünk a többi úgymond felső hajdújárási utcát is karbantartani. Abból ítélve, hogy mennyi utcáról van szó, nagyon nehéz körbeérnünk, hogy minden utca járhatóvá válni, de ezen dolgozunk, és bízom benne, hogy eredményeket is érünk el. Közel 4 évvel ezelőtt a VMS-nek 3 alapvető célkitűzése volt a városvezetés részéről. Szabadka városmagjának megőrzése, Palics fejlesztése, valamint a külvárosi helyi közösségek fejlesztése, mondta a helyszínen Kern Imre, Szabadka alpolgármestere. Idei évben gyakorlatilag 17 helyi közösségben történnek útjavítások, illetve utcák aszfaltozásai. Ebből több mint 10 az a külterület, illetve települési helyszínek, ami nagyon fontos, hiszen a külterületeken vannak a nagyobb lemaradások, ezért azokat a helyi közösségeket, illetve területeket kell forszírozni. A 184 méter hosszú utca felújításának beruházási értéke 5,6 millió dinár volt. Az EU-nak növelnie kell védelmi felkészültségét, jelentette ki Charles Michel. Az uniós tagországok vezetői tömörítő európai tanács elnöke Brüsszelben csütörtök este úgy fogalmazott, háborús alapra kell helyezni a gazdaságokat, hogy megfeleljenek a fenyegetések, jelentette kihívásoknak. A kétnapos uniós csúcs találkozó első munkanapját követően tartott sajtótájékoztatón kijelentette, az Európai Unió céljai között szerepel Ukrajna folytatódó és azonnali támogatása mindaddig, ameddig arra szükség van. Hozzátette, felgyorsítják a katonai támogatást, lőszert, rakétákat és légvédelmi rendszereket szállítanak Ukrajnának. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kiemelte, a tagállamok készek jóváhagyni, hogy a befagyasztott orosz pénzeszközök nyereségét Ukrajna céljaira fordítsák. Az európai bankokban tárolt orosz vagyon mintegy 3 milliárd eurót kitevő idei nyeresége finanszírozni fogja katonai felszerelések beszerzését Ukrajna számára, tette hozzá. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Vajdaságban Palicson vetítették először a Most vagy Soha című történelmi kalandfilmet. Iskolanapot ünnepelt a Kosztolányi Dezső tehetséggondozó gimnázium. Vajdaságban Palicson vetítették először a nemrég Magyarországon is bemutatott megaprodukciót, a Most vagy Soha című filmet. A vetítést a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vándormozi szervezte. Mintegy 400-an voltak kíváncsiak a Most vagy Soha című magyarországi megaprodukcióra Palicson. A filmet 6 milliárd forintból forgatták, korhű monarchiát idéző díszletekkel. A március ifjak 24 óráját elmesélő alkotást csupán egy héttel a budapesti premier után Vajdaságban is bemutatták.
Hatalmas az érdeklődés, ez azt jelenti, hogy jól döntöttünk, amikor megkértük Rákai Filipet, hogy hozza el a filmet ide nekünk is Vajdaságba, és arra számítunk, hogy a következő hónapokban újabb helyeken is vetíteni fogjuk a filmet, tehát ez most a díszbemutató. A köznyelvben Petőfi filmnek is hívott alkotás kreatív producere és egyik forgatókönyvírója, Rákai Filip 5 évig dolgozott a szövegen. És az első pillanattól tudtuk, hogy egy olyan történelmi kalandfilmet szeretnénk a vászonra álmodni, amelyben nagyon sok a valóságos elem, és persze nagyon sok a fikció. A film úgy kezdődik, hogy ahogy történt, és ahogy történhetett volna. És mindezt nem valamiféle öncélú kreatívkodás szülte meg a fejünkben, hanem arra gondoltunk, hogy újra el kell mondanunk a saját történeteinket a fiataloknak is. Azoknak a fiataloknak, akiket lehet, hogy egy akciódús kalandfilm sokkal előbb bevisz, becsábít a moziba, mint egy poros történelmi film vagy egy dokumentumfilm. A vetítés után Rákai Filippel kollégánk, a Pannon RTV igazgatóhelyettese, a Gárdi Gábor beszélgetett a produkcióról. Bölcsődei részleg nyílt a horvát nemzeti közösséghez tartozó gyerekeknek a szabadkai Nasaradost iskoláskor előtti intézmény Mária Petković Szuncsica óvodájában. Az új bölcsődébe 30 gyerek jár majd, az eseményen jelen voltak a szabadkai egyházmegye képviselői is. Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök pedig meg is áldotta az új épületet. A bölcsőde megnyitása a horvát kormány második olyan nagy beruházása, amely a Szerbiában élő horvát közösséget érinti, nyilatkozta Jászna Vojnić. A befektetés összértéke 200 000 euró. A horvát nemzeti tanács elnöke hozzátette, két fontos szimbóluma van az új épületnek. Prva simbolika jest sam naziv tog projekta Rasti gdje si posijan i u ovom vrtiću nalazi se i dva velika drveta koja nama simboliziraju da sa svojim talentima očekujemo, želimo i potičemo da naša djeca ostaju i rastu i doprinose u zajednici gdje su rođeni ovdje u Republici Srbiji. A druga simbolika jesu zapravo i tri Marije koje smo vidjeli na onim našim motivima, tri Marije koje čuvaju ovaj vrtić, to su Marija Montessori, Marija Petković i Blaž Žena Djevica Marija. Ahogyan Szerbia segíti a szerb közösséget Horvátországban, úgy a Szerbiában élő horvát közösséget is támogatja Horvátország, mondta Tomislav Zsigmanov. Szerbia emberi és kisebbségi jogokért felelős minisztere hozzátette, az e fajta támogatások hozzájárulnak a két ország együttműködésének elmélyítéséhez. Ovo su ulaganja koje ostaju kao trajna vrijednosti države u kojoj mi živimo i u tom smislu mislim da svi u Republici Srbiji danas, napose pripadnici Hrvatske zajednice, trebamo biti zadovoljni. A Vajdaságban élő horvát nemzeti közösség támogatása is fontos Horvátországnak, hangsúlyozta Zvonko Milas. A horvát köztársaságon kívül élő horvátokért felelős központi állami hivatal államtitkára gratulálta a Szabadkán élő horvát közösségnek az eddigi sikerekhez. Pomeni najvažnija. Briga za djecu, skrb za mlade, pogotovo u preškolskom odgoju, koji je na hrvatskom jeziku, doprinjeće tome da će ti ta dječica koja su danas ovdje pokazala toliko ljubavi, tako su prekrasni, da će u svom razvoju postati mladi ljudi koji će biti na ponos svojim obiteljima, svojoj zajednici i da će, ako Bog da, danas sutra svim onim što će steći kroz proces obrazovanja kojemu isto želimo biti potpora i suradnje Hrvatima. A horvát közösség számára nagy jelentőséggel bír az új bölcsöde, mert 2001-ben ebben az óvodában kezdődött meg a horvát nyelvű oktatás egyházi közbenjárással. Iskolanapi ünnepséget tartottak a Kosztolányi Dezső tehetséggondozó gimnáziumban. Az iskola 21. születésnapja alkalmából kávéházi hangulattal, olimpiai játékokkal és performanszal kívánták megidézni Vermes Lajos alakját, a palicsi olimpiai játékok megálmodóját. Az eseményen egy emléktáblát is lelepleztek az iskola tornatermének falán. Az iskolanapi rendezvényen a gimi diákjai igazi kávéházi hangulattal és egy mozgásszínházi játékkal is készültek a vendégeknek. Csátnak a bajnok novellája alapján csináltuk ezt az egész performanszot, és hát igazából a Vermesnek az életét az Old Barnabásra így rátették, szóval hogy a Vermes látjuk Old Barnabás szerepében, és őt mutatjuk be itt.
A diákok egy kis filmet is készítettek, amelyben a Palicsi Olimpia több versenyszámát is bemutatták. Az idei iskolanapunk két színhelyen zajlik. Az iskolanapi téma Vermes Lajos és az ő sportszervezői munkássága. Így ehhez kapcsolódóan diákjaink nagy része ma délelőtt Palicson tartózkodott. Ők ott a Vermes Lajos által megálmodott Palicsi Olimpia versenyszámaiban próbálhatták ki magukat, és megismerkedtek valójában az olimpiai versenyszámokkal és azzal, hogy Palicson pontosan miben tudták összemérni a tudásukat a 100 évvel ezelőtti sportolók. Az angol, a német, valamint a színház és audiovizuális művészet szak mellett az iskola most a sporttagozat népszerűsítésére fekteti a hangsúlyt. Ha már nekünk van ilyen szakunk, ami a testtel is foglalkozik, nem csak a szellemi oktatással és neveléssel, akkor hozzuk ezt előre. És hogy ennek egy tartós és végleges nyoma maradjon iskolánkba, úgy döntöttünk, hogy tornatermünket Vermes Lajosról nevezzük el, és a továbbiakban, a mai nap folyamán majd a leleplezésre kerül az emléktábla, a tornaterem hivatalos neve az lesz, hogy Nagy Budafalvi Vermes Lajos tornaterem. Az emléktábla leleplezésével az iskola tornaterme ezentúl Nagy Budafalvi Vermes Lajos néven szerepel, amely a testnevelés népszerűsítése mellett a sportrajongó orvos testnevelő alakjelölt is tisztelegni kíván. Az iskolanapon Fremont Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is részt vett, valamint felolvasták Szakállas Zsolt tartományi oktatási titkár születésnapi köszöntőjét, amelyet írásban tolmácsolt az intézménynek. Topolyán tartják a hétvégén a mezőgazdasági iskolák 22. köztársasági versenyét. A diákok egész Szerbia területéről érkeztek, összesen 23 iskola versenyzik 41 tanulóval. A hentes pék és élelmiszeripari technikus végzős tanoncok mérik össze tudásukat. Az eseménynek a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon a házigazdája. Ez elég összetett verseny, mert a tanulók az elméletén tudás mellett, ugye ami ma már ugye, sor kerül délután, tesz formájában, holnap tehát gyakorlati ügyességből is ugye, tehát megmérettetik magukat. A pékek és az élelmiszeripari technikusok az iskolánkban fognak versenyezni, a gyakorlati, ami a gyakorlati részt illeti, a hentesek pedig az IM Topola, a Vágóhídon fognak ugye bemutatni a gyakorlati, tehát milyen ügyesek ugye a gyakorlatban is. A szabadkai Bósza Milicevégy közgazdasági középiskola az idei gazdaságtani alapismeretek köztársasági versenyházigazdája. Tavaly Ivana Pecserics végzős tanuló hozta el az iskolának az első díjat az Indián megszervezett versenyen. A kétnapos program fontos találkozó is egyben, mivel a versenyző diákok a tudások felmérése mellett szakmai témában is tapasztalatot cserélhetnek egymással. Hangsúlyozta Zombori Imre, a köztársasági középiskola igazgatója. 26 iskola vesz részt egész Szerbiában, és mi vagyunk a házigazdák, mivel tavaly bajnokunk volt, tehát maximális pontszámmal a diákunk megnyerte ezt a vetélkedőt, úgyhogy így nyertük el a rendezés jogát. Ma meg holnap lesz ez a verseny. Ez nagyon jelentős, mert ilyen gazdasági alaptudományt jelent, és valójában ez képezi a gazdaság megértésének és a tanulók ismereteinek az alapját ezen a területen. Több mint 30 szerbiai, magyarországi és olasz borpincészet kínálatával ismerkedhetnek meg Újvidéken a borkedvelők. Az újvidéki vásár kiállító csarnokában csak nem 200 különböző bor kóstolható meg. A kiállítással és vásárral egybekötött háromnapos rendezvény ingyenesen látogatható. Nem először hozza borait Szerbiába a csátaljai Naphegy pincészet, amely jelenleg mintegy 20 hektáros területről szüretel. Most 12 fajta fehér, rozé és vörös borral érkeztek, amelyeknek ára üvegenként 500-tól 700 dinárig terjed. Magyarországon már régebb óta szerepelünk a piacon, és forgalomban vannak a boraink. Ezek után szeretnénk, hogy a külföldön is, főleg magyar lakta külföldi területeken, ilyen például a Vajdaság is, nekünk ez nagyon jó terület lenne. Nekem nehézség ebben, hogy én szerbül nem beszélek, de több kollégám is folyékonyan beszél szerbül, ők segítik ezt a folyamatot. Legfőbb célunk az mindenképpen két oldalú nekünk az eladás, a másik oldal pedig az, hogy a szerbiai magyarság ismét találkozhasson a magyar borokkal.
A borkiállítás mellett még több mint 1000 rendezvény támogat különböző pályázatok útján a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság, ismertette Nenad Ivanišević. Mint mondta, sikerült a szerb kormánnyal, a Szerémségi Borász Egyesülettel, valamint más tartományi titkársággal karöltve növelni a szőlőültetvények számát Vajdaságban is. Ćemo na kraju krajeva raditi intenzivno da se taj broj zasada poveća. Ono što je naš deo posla svakako jeste da povećamo broj degustacionih sala, odnosno restorana gde ljudi mogu da dođu, jer evo imamo situaciju i ja sam prezadovoljan što mogu da kažem tu činjenicu da za ovaj vikend nema ni jedno slobodno mesto ni u jednom smeštenom kapacitetu u Novom Sadu. A kiállításon a borok mellett füstölt húskészítményeket és sajttermékeket is lehet vásárolni. Idei első mérkőzését játssza ma este a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi tanítványai a Puskás Arénában Törökország legjobbjaival néznek farkas szemet a barátságos összecsapáson. A magyar válogatott folytatná jó sorozatát, ugyanis 12 meccs óta veretlenek. Legutóbb 2022. szeptember 26-án az olaszoktól kaptak ki 2-0-ra. Marco Rossi szövetségi kapitány szerint nehéz lesz folytatni a magyar labdarúgó válogatottnak a veretlenségi sorozatát, mert ellenfele a török csapat rendkívül erős ellenfél. A veretlenség fontos tényező az önérzet szempontjából, de nem több annál. A török csapat komoly ellenfél, ezért az esélyeket tisztán kell látni. Megpróbáljuk folytatni ezt a jó szériát, de bármiféle hasonlítgatás az aranycsapattal sántít, mert az a legendás együttes teljesen más kategória volt egy más korszakban, mondta Rossi. A Magyarország-Törökország labdarúgó mérkőzés 20 óra 45-kor kezdődik. Eddig tartott a híradó. Érkeznek még egyszer a nap kiemelt hírei címszavakban. Matematikából próbakísérettségiztek az általános iskolák végzősei. Szombaton az anyanyelv és a választott tantárgy következik. Nyilvánosságra hozta az elkövetkező egy hétre vonatkozó üzemanyag árakat a szerb kormány. Új aszfaltburkolatot kapott hajdújáráson az Iskola utca. Törökország legjobbjai ellen játssza idei első mérkőzését ma este a magyar labdarúgó válogatott. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a pannonrtv.com-ot. Folytassák velünk az estét. Minden jót, a viszontlátásra!